Itt a Piliszent Iváni Generációk házában nyílt meg Simon Győző természetfotós kiállítása február 4-én este, Szót kér a fiatalság címmel. Simon Győző 2019-ben kezdett el fotózni, képeit pedig 2020-ban a szakmai zsűri beválogatta a Magyarország Fotóalbuma 365 hivatalos kiadványába. Simon Győző jelenleg Zala megyében él, de Piliszent Ivánon nőtt fel. A természethez való kötődés gyerekkorában alakult ki. A természetjárás az gyerekkori, és akkor innen alakult ez ki, hogy szerettem volna megörökíteni azt, amit látok a természetben. Simon Győző főként szarvasokat, gímszarvasokat kaplencse végre, de szívesen fotóz vaddisznókat is. Egy-egy jól elkapott pillanatra, olykor azonban jó sokat kell várni. Van olyan kép, amely egy év alatt készült el. Sokan kivárnak, én inkább cserkelek nyilván azon a területen, amit ismerek, és akkor úgy próbálkozom, hogy hát ha esetleg sikerül egy nyíladékon fotózni egy vadat, inkább ez. Tehát én inkább járok, tehát ez egy cserkelős típus vagyok. Nyilván a területet végigjárom, ha engedélyt kapok rá, és akkor próbálok úgy, hogy megnézem a vad merre felé mozog, és akkor próbálok én is úgy helyezkedni, vagy úgy cserkelni, hogy sikeres legyen, hogy találkozzon velük. A kiállítást B. Szabó Károly nemzetiségi és önkormányzati képviselő nyitotta meg. Lenyomjuk a kiadó gombot, és már kész is a fotó, gondolnánk. Hiszen a szarvasbika éppen ott áldogál, és csak arra vár, hogy lekapjuk. Az őzek is éppen háttalálnak alapnak. Pont megfelelőek a fények, az állatok mozdulatlanok. A fotózásra szükséges technika már mindenhol kapható, ráadásul minden digitalizált. Mi sem könnyebb ennél? Vajon magától értetődő, hogy valaki képes észrevenni a pillanatot, amelyet érdemes megörökíteni? Vajon bárki képes lenne órákat, heteket, hónapokat áldozni erre a pillanatra várakozni? Vajon tényleg adott minden körülménye ahhoz, hogy tökéletes képet készítsünk? Az igazság az, hogy az elkészült fénykép végtelen türelem, elhivatottság és ne féljünk kimondani, tehetség eredmény. Simon Győző kiállításának megnyitóját egy kis jazzmuzsika színesítette, Hegedűs Zsuzsanna, Dorogi Ákos és Peller György előadásában.